Sziasztok, ez itt a Ninja K, és benne azzal a témával, hogy milyen formái vannak ezidáig Uzumaki Narutónak, amióta ő szerepel a Naruto szériában. Mik azok az átváltozások, aminek köszönhetően a hősünk erősebbé tudott válni, és hogyan fest ezekben a formákban? Végigvesszük ezáltal a különböző kyúbis módjait, amíg el nem érkezett a nagy Baryon mód átváltozásig, és ezáltal ki fogunk térni a legendás béka remete formájára is, amit jelenleg a Borutós időkben is használhat fegyverként. Kitérünk a Kyuubira is, hogy az elején miért engedte használni a csakráját Naruto számára, és ezáltal gonosz energiát adott a hősünknek, és így gonosz formákat kaptunk. A képességei és a változatos kinézeteinek köszönhetően ő számít a legváltozatosabb ninjának az egész Naruto szériával, és ezáltal elmondható, hogy Naruto az átváltozás ninjája. Amikor megismertük a hősünket, még gyerekként volt látható, ám a Kyuubi már akkor is benne volt. Azonban az akadémiás időszaka alatt egyáltalán nem volt még szó arról, hogy ő majd különböző formákat tud elérni. Ám az, hogy neki később az átváltozások lesznek a fegyverei, erre már akkor jelet kaptunk, amikor szóba került a Bunshin Jutsu és a Kage technikák. Ezekkel ugyanis a ninja arra képes, hogy átváltozhat a kiszemelt kinézetté, valamint a Kage Bunshin technikával klónokat tud létrehozni magából. A használónak megváltozik az alakja, ami a jövőben állandóan jelen lett Narutónál, ráadásul kezdetben pont az átváltozás volt a gyengéje. Azzal pedig, hogy a Bunshin technikákkal tudott önmaga lenni, legyűrte a hátrányát, és ezáltal a gyengeségét az előnyére tudta fordítani. Neki van a legtöbb átváltozása a történet folyamán, és a legtöbbet a Kyuubi segítségével tudta elérni, ami akkor is létrejöhetett, hogy ekkoriban még nem is voltak barátok. Volt olyan eset, amikor Naruto öntudatlanul használta a Kyuubi csakráját, illetve volt olyan alkalom is, amikor a kétségbeesésében kérte a Kyuubinak a segítségét, és minden átváltozás igazából csak károsította a hősünket. Itt ki kell kanyarodnunk Kuramára, és arra, hogy milyen rossz fiú volt egészen addig, amíg el nem hitte, hogy bízhat Narutóban. Nem véletlen, hogy a Kyuubi egyedibbnek számít a többi Bijuhoz képest, és nem csak azért, mert a csakrájával egyedül ki tudja tenni a másik nyolcat, hanem az energiája fajtájával is. A szálak folyamán a gyűlölet megtestesítőjeként hivatkoztak rá, noha ő csak azért vált gonosszá, mert az emberek gyűlölték, vagyis eredendően nem volt gonosz. A csakrájára mégis hatott a lelki állapota, ezáltal az ő energiáját jóra és gonoszra oszthatjuk, de a gonoszságért a Kyuubi lett a felelős. Akarattal változtatta átkossá csakráját, hogy aki használni akarja, magába vegye egyúttal a haragját is, és emiatt vehettük démoninak az erejét, ami hatással lett Narutóra. A mérték számított a kulcsnak, hogy az adott használó meddig tudott még önmaga lenni, és minden mérgezett csakra olyan formákat eredményezett, amik egyre jobban hasonlítottak a Kyuubira. Ezzel pedig Naruto nem is tudta, hogy igazából arra ment ki a játék, hogy a benne lévő rókadémon újjá születhessen belőle. Ezáltal az első formáját annak vehetjük, amikor Naruto körül megjelenik a narancsos-vörösös aura, aminek köszönhetően a Kyuubinak a csakrája erőfokozóan tud hatni rá. Ilyenkor gyorsabbá válik és nagyobb testi erőre tesz szert, és közben azoknak a technikáknak is megnő a sebzése, amiket létrehoz az aurás megjelenésében. Neji ellen láthattuk először ezt a fajta megjelenését, és lényegében nagyon is szüksége volt rá, hiszen ha nem tudta volna kifárasztani a Hyuga-nkat, akkor Naruto a végén nem tudott volna győzni azzal, hogy ő kiugrik a föld alól, és így csapja le Nejit. Megjelent ilyen módon a Gaara elleni harcban is, amikor kitört az egyfarkú szorításából, és ezután tudta lefejelni az ellenfelet. A második formája jóval démonibb lett, hiszen hegyes karmokat növesztett és olyan piros szemekkel nézett le ránk, mintha a Kyuubi tette volna. Hegyes fogai nőttek és a mozgása is felvette a rókájét, valamint eluralkodott rajta a vadság, ami arra késztette, hogy pusztítson. A Haku elleni küzdelemben ébresztette fel először magában ezt a fajta átváltozást, és ennek a szintnek az ereje olyan erősnek számít, hogy simán ki tud tenni egy Jonin szintű ninját is. Az újabb formára a Kyuubi aurája még jobban befolyásolta Narutót, mert ekkorra alakot öltött a hősünk körül, és felvette a róka alakját. Jár a formához a róka fülek, valamint a róka farok, és lényegében ez a fajta szint teljesen másnak számít az előzőekhez képest, hiszen ez az átváltozás egyúttal megalapozta az eljövendő formákat is.
A gyűlölet úgy elevenült meg rajta, mint a hallani lehetne, ahogy a QB nevet közben. És ha megnézzük azt, hogy a hősünk mekkorát harcolt Sasuke ellen a végzett völgyében, akkor bizony ez a forma nagyon bombasztikusnak számít a pusztítás terén. Naruto olyan gyors ilyenkor, hogy alig lehet látni, és tőből ki tudná csavarni a fákat, de egy házat is elsöpörhetne egyetlen legyintéssel. Olyan, mintha spirituális karmai lennének, és ezáltal fénycsíkokban képes karmolászni, ráadásul az auráját ki tudja terjeszteni szellem alakban, és ezáltal nyúlványokat is létrehozhat belőle. Olyan nyúlványokkal harcolhat, amik felveszik a gyorsaságát, és növelni is képes a méreteit. Amikor pedig beveti ebben a formájában a Rasengant, a pusztítás hatalmassá válik, hiszen ennek köszönhetően a technika is felerősödik a Kyuubi csakrája miatt. Alrétegjei is vannak az alaknak, és minden új farokkal növelődött a pusztítás és az őrülete. Addig volt magánál, amíg a három farok el nem jött a formáját illetően, és ez idáig tudta irányítani a különleges rókaleples átváltozását, és ezáltal Naruto olyan erőssé tudott válni, hogy még az Akatsuki-sok ellen is harcolhatott. Egy erdőt is lerombolhatott, és ugyan nem láthattuk, ám lehet, hogy ebben a módban is használhatta volna az Odama Rasengant. A negyedik farok olyan szintnek lett beállítva a történet folyamán, hogy ez még egy Sanninnak is túl sok lett volna, hiszen Jiraiya megsérült Naruto ellen, noha a hősünk soha nem kapott még ilyen sérülést senki ellen. Olyan, mintha lenyúzták volna Narutónak a bőrét ilyenkor, ami részben igaz is, elvégre olyan erős csakra került a testére, amit nem tudott elviselni. A rókaság is erősebb lett ebben az állapotában, míg a pusztítás és a harci érzéke mindent felülmúlónak számít. Olyan könnyen lerendezte Orochimarut, hogy a nézők csak leshettek, ebben a módban pedig Naruto arra is képes lett, hogy bevesse a Bijudamát, vagyis a Biju-bombát. Naruto ebben a módjában akkora pusztításra képes, hogy még egy hegyet is le tudna dönteni, ráadásul a lövése olyan erősnek számított, hogy még Orochimarunak a szuperkapus védelme se bírta ki. Az ötödik és a hatodik farok egyszerre jött elő a Pain elleni küzdelemben, és emellett egy rókás csontvázis a testére került. Naruto itt annyira erősnek számít, hogy a sziklák felemelkednek miatta az égben le tudja morzsolni a földet, míg a Biju bombákat sorozatban képes lövöldözni. A hősünk átváltozásai ezidáig a haragon alapultak, amikor azonban eljött a Kyuubi csakra mód ideje, kiderült, hogy a 9 farkú erejét úgy is lehet használni, hogy az illető nem fog elvadulni. A gonosz csakra helyett ezúttal jót kapott, de mivel a teljes forráshoz így se tudott hozzájutni, a formája egy gyengébb verziót kapott. Csak hogy már ez a mennyiség is elegendő volt ahhoz, hogy döntő szerepet játsszon a negyedik nagy shinobi háborúban. A formának a kinézete átment ilyen tüzes sárgába, de közben meghagyták rajta a narancsos érzést is, ráadásul magatama jelekben kapjuk meg a Kyuubira jellemző 9-es érzést is. Rombolásban és a Rasenganok használatában ez a mód minden eddigi formát felülmúl, és még új Rasenganokat is alkotott a hősünk. Lekicsinyítette a Rasen Shurikent, valamint beadhatja ebben a módban a Wakusei Rasengant is, vagyis a Planet Rasengant, illetve harcolhat a nyúlvány karjaival, amikkel különböző jutsukat is beadhat, de a fő fegyvere ebben az átváltozásban nem más lett, mint a nagyon gyors sebessége. Ugyanis olyan sebessége van ebben a formában, hogy lehagyta a Raikage-t is, aki a leggyorsabbnak számított abban az időben. Naruto igazából ebben a módjában is páratlannak számított, hiszen egyszerre harcolhatott a Jinchuriki társai ellen, valamint neki mehetett a Rinneganos Tobinak is. Amikor viszont megjelent a Kurama Link módja, elárulták, hogy a Kyuubi miért teheti Inazuma a többi Bijut. Ebben a módjában Haori is kerül a hősünknek a testére, és jobban felveszi a jó Kyuubinak a stílusát, amit a bajusz jelzések is mutatnak az arcán. A végtagok mellett a Kyuubi fejét is használhatja szellemként az akcióknál, és külön át is változhat. Amivel Kurama óriás szellemként tud jelen lenni, míg Naruto közben benne van a belsejében, pontosan olyan módon, mint amikor Sasuke a Susanoo-jában van. A szellem Kyuubi ugyanazt tudja, mint az igazi, ezáltal Biju bombákat lövöldözhet, és minden olyan jutut használhat, amire Naruto is képes. A Last Movie-ra egy megváltozott Kurama Link módot kapunk, mivel Naruto ott a Haoria nélkül látható, ráadásul a haja is megváltozott, és ez kihatott a formájára is. Ekkorra a szellem Kyuubi önállóan is mozoghatott, mialatt Naruto átváltozása is jelen maradt, illetve beújított egy arany Rasen Shurikennel is, ami vágni is tud a becsapódása mellett.
Ezt a formát teljes Kuramalink módnak tekinthetjük, ha azt tartjuk valósnak, hogy erre az időszakra a hősünkben már a teljes Kyuubi benne volt. Így kétszer olyan erős lett, mint a háborúban, ezért sikerült egyetlen ütéssel legyőznie a Tenseiganos Tonerit is. Az egész formának az erejét egyetlen ütésbe koncentrálta, ezért kaptunk egy akkora ütést, aminek köszönhetően a Hold annyira betört, hogy kis híján leesett az égről is. A Borutós időkre tovább vitte ezt a formát, és változatosan jelent meg, mert látható Haori kabáttal és nélküle is, illetve többet támaszkodott immáron az önálló verekedésre. A szellem Kyuubit igazából csak védekezésre használta, és csak a Jigen elleni küzdelemben láthattuk teljesen átváltozni. Új technikaként láthatunk tőle egy boxolós módot, amit Ishiki ellen használt, majd amikor eljött a Baryon mód, a Kyuubi hatalma még az Otsutsukikat is felülmúlta. Egy olyan köpeny került Narutóra, aminek köszönhetően magán tudja viselni a Kyuubinak az összes 9 farkát, és az egész megjelenése felér egy merő effekttel, valamint a füleit is sárga, spirituális megjelenéssel láthatjuk. Tetkóként a halál lepkéjét láthatjuk rajta, míg maga a forma úgy jön létre, hogy Naruto és Kurama funkcionálják a csakrájukat. Ezzel egy nukleáris fúzió született meg, aminek köszönhetően a hősünk egy mozgó atombombává tudott válni, csupán nem arról van szó, hogy Naruto felrobbant, hanem inkább alakot öltött rajta ez a fajta erő. A forma követelménye az, hogy az egyik fél csakrája teljesen elemésztődik, és ami a Kyuubi halálát okozta végül. Valamint a felfoghatatlan rombolás mellett Naruto még egy titkos képességet is rejtett ebben a formában, hiszen akit el tudott találni sebzés céljából, annak rohamosan rombolódott utána a teste, ez az átok pedig akkor is érvényes maradt, ha az illető találta el a hősünket. A puszta kezes harc látható nála a legjobban, ám bevetheti a nyúlványait is, és olyan Rasengant szabadított el, aminek a becsapódása gigantikus lett. Megemlíthetjük még formaként a kék Kyuubi szemes módot is, amit akkor láthattunk Narutónál, amikor először adta be a Rasen Shurikent Kakuzunak. Mert itt utaltak arra, hogy a rókadémonnak van jó energiája is, valamint Naruto feltűnt megjeles vörös szemekkel is, ami a dühét jelenti. A Kyuubi nélkül Naruto a Borutós időkre a remete módjára számíthat nagyon, amit a hősünk a Pain elleni küzdelem előtt tudott megtanulni. Ez a forma a természeti energiából merít, ám lehet párhuzamosan is használni a csakrával, sőt a Kurama módokkal is bevethető volt. Arctetkó és békás szemek jellemzik az átváltozást, Naruto esetében pedig a szemhéjai változnak meg. Külön kell meggyűjteni a módhoz a természeti energiát, amivel időleges a fenntartása, a gyorsaság mellett pedig írtózatos testi erő is társul hozzá. Ebben a módban Naruto azt is el tudta érni, hogy eldobhassa a Rasen Shurikent, illetve jobbá tudott válni az Odama Rasengan technikája is, illetve a hősünk beadhatja még a Rasen Tarengant is, vagyis a sorozatos Rasengant. Az utolsó forma, amire kitérünk, nem más, mint a Rikudo mód, ami akkor jött létre, amikor Naruto a Kyuubi mellett a többi Biju csakráját is használta. A forma kinézete hasonlít a Kuramalink módhoz, azonban jóval több benne a fekete, valamint Naruto ilyenkor használhatja a Gudo damát is, valamint egy különleges botot is. Amíg a Baryon módot nem ismertük, ez a mód volt a legerősebb formája, mivel itt felülírta az elemi törvényeket. Bármilyen típus bevethetett, hiszen láthattunk tőle különféle Rasenganokat, lávás Rasen Shurigent, illetve még mágnes Rasengant is, ráadásul Naruto ő a csakrával el tudta azt írni, amit Obito és Madara a Jubis formájával szeretett volna azáltal, hogy elnyelte a Bijukat. Közel állt az Otsutsukikhoz ebben a szintben, ezért mutat földön túli technikákat a formában, amik közül az Ashura Kurama mód a legütősebb, amikor a három szellem Kyuubi egyesül és ellövi a két misztikus Rasen Shurikent. Naruto olyan erős volt ebben a formában, hogy még a Rinne Sharinganos Sasuke ellen is egyenlő félként küzdhetett, ráadásul amilyen erők elszabadultak a csatájukban, ezt a szintet azóta se ismételték meg. Elmondható ezzel, hogy Naruto nem véletlenül ilyen változatos ninja, mert olyan formákban láthatjuk, amivel mindig a legnagyobb élményt adhatja a nézőknek. Az erő, illetve a fejlődés van a megjelenéseiben, hogy mindig van egy magasabb cél, illetve egy fejlődési szint, amit a hősünk el tudott érni. És ha megnézzük, hogy hová jutott a Bunshin technikák óta, a különbség hatalmas, hiszen olyan utat járt be, amivel Naruto lett az átváltozás ninjája, és reméljük, hogy a jövőben is láthatunk tőle új formákat.
Ha nektek is megvan a véleményetek Naruto-nak a formáiról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek melyik korszak a legjobb Naruto formáiból. Ez volt a Ninja Kés benne azzal a témával, hogy milyen formái vannak Naruto-nak, amióta szerepelő a Naruto szériában. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.